Elfogynak a házi orvosok, alig lehet eladni a praxisokat, írja a Válasz Online. Csaknem 50%-kal emelkedett tavaly éveleje óta a tartósan betöltetlen házi orvosi praxisok száma. Ráadásul a házi orvosok csaknem 40%-a elmúlt 65 éves. A kormány a helyzet javítása érdekében praxishoz jutási és letelepedési támogatást indított. A kórházi kánikula után az egészségügy újabb frontján válik egyre drámaivá a helyzet. A tartósan ellátatlan házi orvosi praxisok száma ugyanis a tavaly évelejéhez képest közel 50%-kal nőtt. A Válasz Online által készített ábrán jól látni, hogy évről évre milyen ütemben emelkedett ez a szám. Míg 2016-ban 252 házi orvosi szolgálat volt betöltetlen, addig tavaly augusztusban már 659, idén januárban 826, és most augusztus 9-én 910 hiányzó házi orvos volt. Tragikus a helyzet Nógrád megyében, ahol a lakosság 30%-a él olyan körzetben, ahol nincs házi orvos. Komáromi Zoltán szerint ugyanilyen kilátástalan a helyzet Jász Nagykunszolnok és Tolnavár megyében is. Az a tragikus, hogy nem csak ebbe a 910 praxisban van probléma, hanem az ott helyettesítő közel 900 kolléga a saját praxisát se tudja ellátni, és Békés megyébe, valamint Nógrád megyébe találtam olyan házi orvosokat, akik 3-4 praxist visznek. 5000-6000 beteget visznek kis falvakban. Naponta ingáznak 20-30-40 kilométer. Ezt nem lehet sokáig bírni. Ezek az orvosok nagyon hamar ki fognak dőlni a sorból. A kormány most úgy próbál megoldást találni a helyzetre, hogy felülvizsgálja a praxis jogokat és elvenni a szolgálatokat az önkormányzatoktól. Attól tartok, hogyha itt elkezdik tovább központosítani az egészet, azokat a maradék jogainkat is, ami még marad amellett, hogy nyilván ezzel fizetnek a háziorvosok a szabadságukért, lehet ezt mondani, még azt is elveszik. Félő az, hogy a 70 fölötti kollégák azt mondják, hogy köszönjük szépen, nekik ebből elég, és azért a háziorvosi praxisokban dolgozó kollégáknak kb. 60%-a 70 fölött van. Tehát, hogyha még ők kilépnek ebből a rendszerből, ez a rendszer összeomlik. Kincses Gyula úgy látja, ez a házi orvosi rendszer ebben a struktúrában, a hagyományos modellben, hogy egy orvos, egy nővér, egy falu, többé nem működik. Szerinte a reform elindításához fél év kellene, de hogy eredmény is látszódjon, ahhoz legalább 3-5 évre van szükség. Itt csak valamilyen evolutív fejlődésről lehet szó, a többfajta formáknak az együttérését kell megtalálni. Nagyon jól működik például a telemedicina egyes helyeken, amit a Máltai Szeretett Szolgálat csinál. Tehát sok mindent kell kipróbálni, engedni, és egy többszínű, a helyzethez igazodó alapellátásra kell áttérni. A Magyar Orvosi Kamara korábbi elnöke kiemelte, csak egy jó minőségű járóbeteg szakellátással lehetne érdemben csökkenteni a várólistákat.